Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést, mi az ő gondolata, mi az ő terve, hogyan érzi magát és mit fog tenni. A gondolatait itt felül és alul látjuk. A halak jelentik a pénzügyi dolgokat. Lehet, hogy pénzt ad ki egy könyv vásárlására, vagy továbbképzésre. A halak jelentik a munkát, a hivatást is, hiszen a pénz és a munka összefügg egymással. Az lehet, hogy most lesz a munkahelyén egy továbbképzés, vagy a könyv jelenti az ő tudását. Ami a párkapcsolatot illeti, a halak jelenthetik a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára, és ez a könyv nyitott, tehát nyitott lesz erről beszélni. Az érzelmeit itt látjuk. A múltban voltak viták, veszekedések, félreértések. Lehet, hogy köztetek, lehet, hogy mással. Most ő veszi kezébe a dolgokat, és ezzel a kulccsal lezárja a vitákat, vagy lezárja ezt a kapcsolatot. Egy időben kinyílik ezzel a kulccsal egy új ajtó, ez lesz egy új irány, ezek a lehetőségek. És hogy mit fog tenni, azt itt látjuk, a gyermek utalhat a gyermekekre, vagy tényleg egy új irányra, változásokra. Itt lesz egy szerencsés fordulat és egy jó hír, vagy jó szerződések. És most megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Ami a könyvet illeti, miről van szó? A gyermek jelent egy új kezdetet. Ez lehet egy továbbtanulás, az lehet, hogy megváltozik a hozzáállása, tudja, hogy ártatlan vagy, vagy ő akarja kimutatni az ártatlanságát, és nyitott bizonyos dolgokról beszélni, vagy nyitott gyermekekről, vagy gyermek áldásról beszélni. Ami a halakat illeti, érdekes, hogy a könyv újra megjelenik, sőt, nyitott, ugyanúgy, mint itt, és ez utal az ő nyitottságára. Ami őt illet, itt megjelenik a park, ez jelenti a nyilvánosságot, ő fellép a nyilvánosságon, és megvannak az elvárások, hiszen szeretné azt, ha mások észrevennék őt, ha megkapná az elismerést. És mit jelent konkrétan ez a kulcs? Az ő döntéseit, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba, bizonyos dolgokat maga után hagy, lesz egy új irány, egy új kezdet. És miről van szó ennél a vitánál konkrétan? Itt a kígyó jelent egy nőt, tehát nem veled voltak a viták, hanem egy nővel. Ez lehet a volt kapcsolata, ez lehet az anyukája, a testvére, lehet egy kolléganő. Amit tudnunk kell, hogy vannak, illetve voltak viták egy nővel, amit ő most lezár. És egy új kezdet. Itt látható a mozgás, ez a férfi útban van hozzád, és beszámol arról, hogy lesz egy új irány, lesznek döntések, illetve vannak döntések, és lesznek változások.
Ami ezt a levelet illeti, persze ez lehet egy szerződés is. Itt van a horgony. Az lehet egy üzenet részéről, hogy ő úgy gondolja, hogy nálad le tud horgonyozni, és szeretne kialakítani egy tartós párkapcsolatot. A horgony jelenti a munkát, a hivatást is, és a képek itt együtt utalnak egy szerződésre, egy munkahelyi szerződésre, esetleg kereskedelmi szerződésekre. Ami a szerencsét illeti, hogy itt tisztázódnak bizonyos dolgok, hiszen a lilium virág jelenti tiszta gondolatokat, tiszta érzelmeket, vagy a lehetőségeket tisztázni egymással valamit. Az ő jelenlegi helyzete a halak jelennek meg ugyanúgy, mint itt, tehát itt anyagiakról, munkáról, kereskedelmi kapcsolatokról van szó. Az is lehet, hogy ez a kígyó, aki egy nőt jelenthet, hogy ez a hölgy vitázik vele a pénz miatt, mert például követelőzik. És a te jelenlegi helyzeted? Itt lezársz bizonyos dolgokat, vagy ez a koporsó azt is jelentheti, hogy nálad van ez a csendes időszak, mert visszahúzódó vagy. Visszatérve még a kígyóra és a halakra, ez lehet egy vita valakivel a pénz miatt, de mivel a halak a pénz jelenti a munkahelyet is gyakran, hiszen összefügg egymással, ez lehet egy munkahelyi kapcsolat is, ahol vitái vannak. Lehet, hogy nála lesz most ez a munkahelyi változás, és beszámol arról, hogy ő lezár valamit, lesz egy új irány. És a koporsó nálad szintén azt jelenti, hogy lezársz bizonyos dolgokat, vagy régi témák, régi ismerősök térnek vissza az életedbe. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy annak is örülnék, ha meglátogatnál a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja Naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!